A Tolnai Magházban fontosnak tartják a tradíciók és babonák megőrzését és továbbadását. Emiatt idén is megtartották a már hagyományosnak számító Gabona-Babona nevű rendezvényüket, amit általában a Luca naphoz legközelebb eső szombaton szerveznek meg. Lelovics Lili elmondta, nagyon szeret kézműveskedni, és amikor csak lehet, eljön ezekre az eseményekre. Voltunk kézműveskedésem, voltunk mézeskalács csináláson a barátnőmmel, és még szoktunk jönni ide, mert anyukám itt a gimibe dolgozik, és szoktak lenni itt bulik. Lili azt is elárulta, miért várja legjobban a karácsonyt. Oda mássunk a mamához, és ott együtt lássunk. Simon Judit a két unokájával látogatott el a magházba. Majdnem minden programon itt vagyunk. Akkor az összesen itt vagyunk, és most nyilván az adventi készülődésben azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy még ezt is szabad, vagy ezt is lehet csinálni, hogy állítólag majd mézes kalácsot készítünk, meg lesz egy kis közös sütögetés, meg el is ültettük egyébként a búzánkat, tehát ezeket a tradíciókat megőrizni, ez egy óriási dolog szerintem, hogy ezeket tanulják meg a 4 évesek is, vagy éppen a 9 évesek, nem tudom, kik vannak még itt, és ők mindig nagyon élvezik, az én unokáim, imádnak ide jönni. Hát egyébként is minden ilyen rendezvény, amit itt látunk, hogy itt megpróbálnak a magháznak a munkatársai biztosítani, az mindig valami ünnepkörhöz kötődik, és ez mind nagyon jó. Tehát én úgy érzékelem, hogy ez nagyon nagy színvonal már, hogy végre ilyet is lehet, hogy családi program, és együtt lehet itt egy, akár most konkrétan én, mindjárt egy kicsit pillanat, konkrétan mondjuk egy mama is itt lehet, egy papa is itt lehet, tehát hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és a színvonal is mindig nagyon jó. Szaloncukor és mézes kalács készítés is várta megjelentekre. Advent 3. vasárnapja előtt, így utcanap környékén szoktuk tradicionálisan megszervezni a Gabona Babona című rendezvényt. Ennek alkalmából szoktunk a gyerekekkel közösen Luca búzát ültetni, és ehhez kapcsolódóan szoktunk még egy kis gasztronómiai rendezvénye is készülni a felnőtteknek, szülőknek és a gyerekeknek egyaránt. Szaloncukrot tudnak általában ilyenkor készíteni, kézműves szaloncukrot, illetve most mézes kalácsot fogunk ebben az évben még sütni. Az adventi programok keretében hirdettük ezt a rendezvényt is. Elsősorban családok és gyerekes szülők jelentkeztek, és elég nagy az érdeklődés. A szervezők arra is figyelnek, hogy a gyerekekkel megismertessék és megszerettessék a hagyományokat, népszokásokhoz fűződő babonákat. Józsa Jácint, az intézmény egyik művelődés szervezője elmondta, a gyerekek nagyon lelkesek. Ők nagyon várják az ilyen alkalmakat, nagyon szeretnek sütni, nagyon ügyesek, szeretnek tüsténkedni a konyhába, és tényleg nagyon kreatívak, tehát mindig kitalálnak valami új ötletet, amivel fel tudják dobni ezeket a süteményeket. Ez azért fontos, mert megismerhetik így a néphagyományt, a karácsonyhoz fűződő szokásokat a gyerekek. A lucabúza ültetés közben el is meséljük ennek a történetét, hogy hogyan kell gondozni a lucabúzát, mi a jelentősége, mi a jelentése, hogyha szép lesz a termés, illetve egy jó családi program ez, ami összehozza a gyerekeket, szülőket itt a karácsony előtti időszakban. A Tolnai Kulturális Központ december 18-án is várja az érdeklődőket, akkor a helyi ifjúsági fúvószenekar ad adventi koncertet este 6 órakor.